Sziasztok! A mai videóban ismét egy hópelyhes mintát hoztam nektek, most pedig az NTN-nek a 05-ös színét fogom használni. Szintén egy rétegbe fogom a tippen, hogyha körömre festeném, akkor kettő rétegbe kenném. De látjátok, hogy mennyire nagyon-nagyon jól fednek ezek az NTN-es lakkok. Majd pedig beteszem köttetni. Ameddig köt az anyag, addig veszek elő egy fléket, ez a Crystal Nails-nek az egyes flékje, és ebből fogok belenyomkodni a felületébe flékeket. Nem szerettem volna most, hogy erősen látszódjon a flék, azért csak ilyen kis finomat választottam. Majd pedig ezt is matte everrel fogom fedni. Beteszem köttetni. És ameddig ez köt, addig elmondom, hogy mire lesz még szükségünk. Első körben egy pontozó tűre. Szükségünk lesz 0 long ecsetre, most 0 shortra nem lesz szükségünk. Én is ide veszek mindent. 0 long, 0 short, valamint szükségünk lesz még fehér porcelánporra, és ezen felül pedig fehér festőzselére, ami a Blue Sky-nak nálam a Paint 2-es festőzseléje. És igazából látjátok, hogy ez csak egy ilyen kis finoman fénylő hatást ad a hátterének. És egy nagyon egyszerű pontozós technikával fogunk egy hópelyhet készíteni. Először rakunk egy középpontot, majd pedig én a kettő oldalára kettő-kettő pontot, itt csak egy férrel. Ezek után pedig még középre, a csíkok közé rakok egy-egy pontot. Így. Ide mégis lehet, hogy elfér még egy pici. Így. Szóval egy ilyen kis alakzatot kell kapnotok. Majd pedig a fehér festőzselével és a nulla long ecsetemmel. Nagyon egyszerűen a középpontból kiindulva elkezdem elhúzni a mintámat. És ezt minden irányba megcsinálom. És a végén, amikor emelem fel az ecsetem, így elvékonyítom a mintám. Így, és így jó hegyes lesz a vége. Majd pedig a közteseket is meghúzom. Én ugyanúgy szoktam forgatni mindig a vendég kezét. Vagyis szoktam kérni, hogy forgassa. Itt egy picit javítok rajta, mert itt nagyon pici lett a második pöttye. Látjátok, hogy nem kell kétségbe esni. És igazából javítottam. És ezek után pedig a pontozó tűmmel még fogok rakni egy pár darab pöttyöt. Itt én arra szoktam figyelni, hogy mindig páratlan számú legyen a pötty. Majd pedig a fehér porcelánporommal az egész mintát meg fogom szórni. Én itt azért fehérrel szoktam, mert a fehér még hófehérebbé teszi a mintánkat, és ha esetleg valahol vékonyabban került volna fel, akkor is szép fehér lesz a minta. És beteszem köttetni.
Majd pedig, amint megkötött a mintánk, igazából készen is vagyunk. És látjátok, hogy ez is egy baromi gyors minta volt. És ha az ember begyakorolja, amit érdemes, akkor pikpak megvan. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és találkozunk a következőben. Sziasztok!